Július 1-jével alakulhat át a KLIK, ezt a köznevelési kerekasztal ülését követően Palkovics László oktatási államtitkár közölte, a tanfelügyeleti rendszert is módosítják. A pedagógus szakszervezetek további változtatásokat szeretnének a köznevelésben. Miklósi Istvánt, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnökét kérdeztük mindenről. A kormány nem sok mindenben vette figyelembe a szakszervezetnek a véleményét. Az elmúlt években közoktatási szakmai fórumot szerveztünk Budapesten, hogyan érzed magad címszóval. Ezen az ország számos pontjáról eljöttek a kollégák, és elmondták, hogy jelenleg milyen rosszul érzik magukat a közoknevelésben és az intézményekben. Évek óta próbáljuk erre felhívni az egyeztetésekre a figyelmet, sajnos erre most kezdenek ráébredni, hogy valamit változtatni kellene, de azok a javaslatok, amelyet eddig a minisztérium letett az asztalra, azok még nem elégségesek ahhoz, hogy mi ezekben megállapodjunk. Még a felében sem van érdemi megállapodás. Az intézmények gazdálkodása. Nincsenek az összegek, amit a KLIK-től kapunk, 95%-a csak a bérre megy el. Nincsen gazdálkodása lehetőség. A tanulóknak a leterheltsége nem 21. századi az a megoldás, hogy már elsős, másodikos, harmadikos gyerekek heti 38-40 órát legyenek az iskolában, tanuljanak. Aztán harmadik a pedagógus leterheltsége. Annyira megnövekedett a pedagógusnak az adminisztratív munkája, olyan felesleges statisztika, táblázatok egyik napról a másikra történő megszerkesztéséről van szó, ami által nem jut idő a gyerekekre. Mi elsősorban az asztal mellett szeretnénk megállapodni. Amennyiben viszont belátható időn belül nem születik megoldás, ezt nem lehet sokáig húzni, akkor viszont kénytelenek vagyunk a sztrájk eszközéhez nyúlni. Lesz-e tehát párbeszéd? Vendégem a stúdióban dr. Vinai Győző, országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket! Eddig ezzel a szakszervezettel elmaradt a párbeszéd. Mi csak párbeszédre törekszünk. Tehát most itt a oktatási kormányzat részéről, bár magam országgyűlési képviselő vagyok, nem vagyok az oktatási kormányzat része, de az oktatási, pontosabban most úgy hívják, kulturális bizottságba dolgozom, és látom a közoktatás, a köznevelés kérdéseit. Én azt gondolom, hogy ez a szó, hogy párbeszéd, az utóbbi időben jellemzi az oktatási ágazatot, hiszen az oktatás az mindenkit érint. Vagy maga is korábban gyerekként, diákként ott ült az iskolapadba, vagy a gyerekei, unokái vannak, és mindenkinek van valamilyen fogalma az oktatási ágazatról. Véleményem szerint ez egy értelmes vita lehet, hogy arról beszéljünk, párbeszéd, le kell ülni az asztalhoz, a köznevelési kerekasztalhoz, el kell jönni. A pedagógusok szakszervezete jelenleg bojkottálja a köznevelési kerekasztal üléseit, de a PDS sem jön el, sőt, alakítottak civil szervezetek, magyar tanárok, történelemtanárok egylete benne van, egy civil közoktatási platformot, ha jól mondom, és mindenféle pontokban akarják elmondani, hogy ők milyen oktatást szeretnének. Véleményem szerint a párbeszéd mellett eltökélt szándéka az is a kormányzatnak, legalább én így veszem ki a köznevelési kerekasztal munkáját, figyelemmel kísérem, sőt a köznevelési kerekasztal tagjai eljöttek a bizottsági ülésre, amikor február 9-én elindult és tájékoztatást adtak, hogy milyen munkacsoportokban folyik a munka, mit szeretnének változtatni, és ez a másik szó a párbeszéd mellett, hogy változtatni akarunk, tehát azokat a túlzott centralizációs törekvéseket, a túlzott bürokráciát, a minősítési rendszer anomáliáit folyamatosan, vagy a finanszírozás kérdéseit folyamatosan szeretnénk megváltoztatni, úgy, hogy az oktatás arra koncentráljon, hogy hogyan adhat a gyerekeinknek versenyképes tudást, vagy én inkább úgy fogalmaznék, használható tudást. Mert ebben a megyében szükség van arra, hogy esélyteremtő legyen az oktatás. Vélhetően ezek a szakszervezetek úgy érzik, hogy ezek az átalakítások, bár még ugye a tárgyalások elég kezdetlegesek, hiszen egy pár hete indultak el, csak kevés azok között, a követelések között, ők többet szeretnének, amit említenek itt, 25 és akárhány pontban. Azt mondtuk, hogy mindenről lehet tárgyalni. Tehát egy dolgot szeretnék mondani. 2010 előtt az oktatási rendszer nem biztosította az esélyegyenlőséget, mert az önkormányzatok között voltak
gazdagabb önkormányzatok, mondjuk egy megyei jogú városban, vagy egy 12. kerületi önkormányzatnál is voltak a kis települések iskolái, ahol az önkormányzat nem tudta hozzátenni a hiányzó részt a normatívához. Hiszen a közoktatási normatíva 2002 után folyamatosan csökkent. Tehát a szocialisták kivettek ebből a rendszerből. A pedagógus béremelés, ugye emlékszünk, talán még emlékszünk a megyesi kormánynál az 50%-os emelésre, amit elinfláltak, ami tulajdonképpen olyan magas volt az infláció, hogy egy-két év alatt eltűnt a rendszerbe. Ehhez képest a mostani életpályamodell, a mostani pedagógus béremelés, amely összekapcsolódott a szerkezeti átalakítással, 2013-ban jött létre az állami fenntartó rendszer, és az önkormányzatok, ahol nagyobb települések önkormányzai vállalták a működtetést, illetve hát 3000 fő alatt lehetett, 3000 fő alatt az állam vállalta a működtetést, és lehetett választani is, hogy vállalja egy település a működtetést, vagy nem vállalja ezt a működtetést. Tehát százszónak is egy a vége, 2010 előtti oktatási rendszerhez, akár szakmai tartalmi módszertani kérdéseket nézek, akár finanszírozást, nem szeretnénk visszatérni. Azt viszont akceptáljuk, és a köznemési kerekasztal eredményeit el is hoztam, hiszen összefoglaltuk azt, hogy a négy pontban, hogy hogyan kell az azonnali intézkedéseket megtenni. 2016. szeptemberétől, vagy éppen 16. július 1-től a KLIK jelentősen átalakul, új vezetője van egyébként néhány napja. A harmadik a 2017. január 1-én életbe lépő intézkedések, és az úgynevezett hosszú távú, amelyek több évre, több évtizedre kihatással vannak, mert egy oktatási rendszer néhány év múlva vagy évek múlva hozza azt az eredményt, amit a változtatás. Csak egy kérdés, még a finanszírozásnál maradunk, akkor a bérekkel együtt, az oktatás működtetésével együtt és minden kiadással együtt 2010 után úgy vélik, hogy megfelelő és elegendő pénz állami finanszírozás. Hát, most a KLIK átalakítása azt mutatja, hogy egy olyan finanszírozást kell kitalálni. Hát egyrészt a bérek kifizetése stabil. Ugye 2013-ban emelkedtek a pedagógus bérek, és azóta minden tanév emelkednek, mert akkor a 100% 60%-át kapták meg a tanárok, és ez 2017. szeptember 1-ig folyamatosan emelkedik. Ezáltal egy kiszámítható, stabil munkavégzést szeretnénk kérni a pedagógusoktól. A tanároknak nyugodt légkörre van szükség ahhoz, hogy a munkájukat hivatástudattal végezzék. Én magam is tanár végzettségű vagyok, tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni. A másik, a dologi kiadásoknál, amit a KLIK véleményem szerint, ami mindenképpen változtatni kell, de ez nagyon komoly kormányzati szándék, hogy ne legyen a döntés túl messze az iskoláktól, tehát az iskola igazgatók is kapjanak valamilyen kincstári kártya, még nem kristályosodott ki valami, mondjuk úgy, hogy gazdasági és szakmai értelemben intézmény önállóságot. Mert ezt vissza kell adni véleményem szerint is. A másik pedig, hogy a fejlesztéseknél, most az uniós forrásoknál van egy nagy fejlesztési, hogy azokat az iskolákat, térségi iskolahálózatot akarunk létrehozni infrastruktúrálisan, szakmai módszertani szempontból, amelyek térségi iskolák, és tulajdonképpen a modern oktatás feltételeit tudják teremteni, minden iskolában természetesen ezt biztosítani kell, de ezek a térségi iskolahálózatok lesznek a megerősített bázisiskolák, mondjuk így. És ezért én azt gondolom, hogy mindenre nyitottak vagyunk a finanszírozásnál. Csak egy számot hadd mondjak, mert a kedves televízió nézők is talán ezt értik, hogy 38 milliárd forintot tettünk most be a rendszerbe, amely a KLIK adósságait, 17 milliárd ilyen adósság van, azt szeretnénk gyorsan kifizetni azokat a számlákat, amelyek úgy szoktuk is mondani, lejárt határidő számlák adósság, és a stabil működést pedig biztosítja a pénz, és biztosítja a szervezeti átalakítás. Nyilvánvalóan, hogyha a KLIK-et át fogják alakítani, akkor azt is fogják látni, hogy milyen hibák, vagy mi miatt adódott, vagy halmozódott föl az az adósság, amit most ugye ki kell fizetni. Túl centralizált volt ez a rendszer, tehát decentralizálni kellene. Lassúsága, az irányítás. Tehát sok mindent lehetne mondani, bizonyos önállóság hiánya, vagy az, hogy a dologi kiadásokra meg kell nézni azt, hogy mit jeleznek az iskolák. Tehát
az, hogy ne legyen kréta, vagy ne legyen a projektorba égő, ez szerintem is tarthatatlan, tehát hogyha ilyen jellegű problémák voltak. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy egy stabil működésre van szükség, de az iskolában a tanárokon és a gyerekeken múlik az, hogy milyen tudással jön neki, milyen kompetenciával, milyen készségekkel, hogy egyáltalán, ugye most vita van, hogy sok az óraszám, hogy csökkenteni kell a tananyagot. Ezen lehet vitatkozni. Én egyszerűen tudom ezt megfogalmazni. Önálló gondolkodásra nevele a 21. századi gazdasági társadalmi feltételeknek megfelelő készséget fejleszte az iskola. Én is azt mondom, hogy ezt kell fejleszteni. Magyarul a hogyan és mit tanítunk, ez a kulcskérdés. Erről lehet értelmes vitákat folytatni, hogy a magyar iskola csökkentse a családokból, mert nagyon sok hátrányos helyzetű család van, a családokból hozott hátrányt. És a színvonal pedig, ne az legyen, hogy a jó iskolákat nivelláljuk lefelé a kevésbé jó iskolákhoz, hanem a színvonal azt jelenteni, hogy fölfelé kell húzni, hogy aki bejut az alapfokú vagy a középfokú képzésbe, használható versenyképes tudással végezze azt el. No hát ebből azt szűrhető le, hogy itt a tárgyalások első lépéseként a klikket fogják átalakítani, átszervezni, és a működtetést fogják, és a működés irányítást fogják stabilizálni, és aztán pedig elkezdődhet az önértékelési rendszer. Majd a szakmai vita, a további szakmai vita. Vissza fogjuk várni önt, hogyha elkezdődik a szakmai vita, és akkor látjuk a tartalmat is mindehhez hozzárendelve. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.